Nem értem az állatkísérleteket. Van például egy parfüm, amit mókusokon teszteltek. Nem azért vettem, utólag derült ki, és azóta se értem, miért jó nekem egy olyan illat, amivel egy mókus csajózik, hogy... Ez most hogy találták ki meg, amikor a tudósok beteszik a kis labirintusba az egeret, és akkor ott van a sajt, és akkor nézik, hogy megtalálja, már ne, meg fogja találni, megtalálta Tibor, ezek okosabb, mint a fiat. Legfurább kísérlet az, nem is tudom, másfél éve volt, amikor bebizonyították, hogy a csoki javítja a csiga memóriáját. Hanem ki pénzeli ezeket a hülyeségeket, ne? Ezt, hogy mire kell emlékezzen a csiga? Hol lakom? Mondjuk ez azért fontos, mert a nyálat hiába követi visszafele, ott még mindig nem lakik. Űrkutatást nagyon-nagyon szeretem. Mindig elolvasom, ha valami történik, meg minden, ott a Lajka kutya biztos emlékeztek, őt felküldték, meg majmot, meg ilyeneket. És van most fent ez a izé, nemzetközi űrállomás, most mutatom, mintha ott lenne, de nem, hanem hogy ott forog, és oda embereket küldenek fel amúgy, egyszerre hármat, és akkor egy olyan 6 hónapig ott el vannak, dolgoznak. A szabad időben nem tudom, mit csinálnak, de... Biztos nekik is vannak vágyaik, de a NASA biztos kifejlesztette erre valamilyen maszturbáló egységet. Nem tudom, hogy beállnak, akkor lerendezi őket, kiérnek vidában. De egy nagy problémát viszont tudok, hogy oldottak meg. Ugye az van, hogy ott meggyűlik a űrállomásonak aki, azt azzal valamit kell tenni, mert csak nem lehet ott árulni. Úgyhogy kitalálták, befagyasztják az egészet, kilövik az űrbe, és ahogy bekerül a Föld atmoszférájába, elég. Pont mindegy hulló csillag. Ezt csak így a romantikusok kedvéért mondom, hogyha valaki kimenne a párjával, azt ott nézni, hogy drágám, kívánjál már valamit. Akkor így tudjátok, hogy mihez imádkoztok. Fent vannak ezek az űrhajósok, és ezek annyi tesztet kellett megoldjanak, meg évekig edzik őket, meg felkészítik, meg minden, azt egy vizsgán elbuknak, soha nem kerülnek fel az űrbe. És ez annyira kellemetlen lehet nekik, hogy előttük egy kutyának, meg egy majomnak már sikerül. Az összes tesztet megoldották, színusz négyzet, koszínusz négyzet, és kimentek. És hát Lajka kutya, ugye őt említettem az előbb. Lajka kutyáról azt kell tudni, gondolom sokan ismeritek, meg hallottátok ezt, de én csak nemrég tudtam meg, hogy ez egy kóbor kutya volt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy reggel még nem volt semmi. Gyakorlatilag a bolhákat nyalta a heréről, ez volt ő. Estére meg kapott egy űrhajót. A legjobb cucc a bolygón az övé volt. Tehát nem gyerekkora óta készítették fel, hogy figyeljél már, Lajka, látod ott a hórna, majd oda felküldünk. Most fekvő támasztok, hát erről. Betették a mosógépbe. Visszették, indulunk már, nem? Meg kell nőjél. Becsatolták, ott elmondták a gombokat, gondolom ennek a Lajka kutyának, figyelj, a pirosokat nyom, amúgy a zöldeket is úgysem működnek, csak díszesztán. Kilőtték, és az amerikaiak egyből egy majmot utána, tehát verseny legyen, nehogy már az oroszok győzzenek. Ugye ez a két nyomorult állat, ők vannak a legmesszebb a bolygótól, mert őket lőttük leghamarabb, tehát hogy jönnek a földön kívülek, fölük találkoznak először is. Megállítják a majmont, álljál meg, békébe jöttünk. Mi a majom? Az UFO meg döbbentének, uramisten, ez az él űrhajós. Milyen kretén a többi, ki otthon maradt ezek. Milyen szinten vannak? Na de van jó hírem is, vizet találtak a Holdon, képzeljétek el. Hát ilyen 2 éve vagy mikor hallottam ezt. Nem a kutya meg a majom talált, mert azok csak izé felmentek. Nem érdekel, azt mentek tovább. Várnak minket valahol, vagy nem tudom. Embereket kellett felküldjenek, és úgy volt, megtalálták a vizet, hogy kiszállt az első ember az űrhajóból, és ott volt egy toj-toj-vécé, és akkor ott a készszállító mellett volt. Nem úgy volt. Úgy volt, hogy kiszállt az űrhajóból, és kapott egy palac szent királyt. Figo adta át. Dehogy, megmondom én, hogy volt. Úgy volt, hogy nem konkrétan vizet találtak, csak így utalást arra, hogy valamikor víz volt a Holdon. Úgy volt, hogy kiszállt az első űrhajós, és akkor volt egy pohár így feldőlve. És egyből rejtett. Nem vizet találtak, ilyen folyékony vizet, hanem ilyen vízmolekulákat a kőbe. Gyakorlatilag vízkövet találtak.
Azt hozta le az újság. Mondom, ezzel Budapestre el kellett volna jönni, azt itt bőven van, tehát nem kezdi a hódra menni. Felmentek ezek az űrhajósok, és az mekkora élmény, nem? Hogy megérkeznek, és ők az elsők a hódon, és akkor így nézik, hogy pfú, de fasz, nézd már egy holdkő, egy kő a holdról. Hogy ez hatalmas nagy élmény, el tudom képzelni, de harmadnap már ők is megunják, csak hülye holdkövek, nem kell, hogy az elején biztos lelkesen dolgoztak fenn, meg ott mértek, meg minden harmadnap, meg inkább pókerezzünk, jó? Majd beírunk valamit a táblázatba. 2,8. Úgy sincs senki, aki leellenőrizze, hogy lemértük annyi. Kacsi, kacsi. És az az érdekes még a Holdon, hogy ott nincs szél. Tehát ami nyomok maradtak utánuk, a bakkancsaik után, ugye ott a homokban, az örökké ott marad. Úgyhogy ha én mentem volna fel, akkor én beleírtam volna így a homokba, így, hogy Tibor egy köcsög, mert Tibor az osztálytársam volt, és nem szerettem. De jó nagyba, hogy egy jó távcsővel innen is lehessen látni a földről is. Tibort meg enni a fele, mert soha nem tud feljutni oda, és öröki ott forog a Holdon, hogy ő egy köcsög. Hogy el kell menjen a NASA-hoz, hogy 8 évet rádozzon az életéből, hogy őt is kiképezzék, azt felküldjék, azt kitörő, nem vagyok köcsög. Szórakoznék Tiborra. Marson valóságsót szerveznek. Ezt hallottátok talán? 2023-ban Mars van, ez a neve, egy holland cég szervezi, hogy akkor majd küldik fel az alekoszokat, mennek az űrhajóval, azt ott utálják egymást, és ott lesz kiszavazás is, gondolom, hogy hát szerintem ez az év egy tökéletlen senkiházi, meg a kvantumpashoz egyáltalán nem ért, meg büdös a száj, úgyhogy kiszavazzuk. És a műsorvezető, hát akkor Éva, vegyél egy mély lélegzetet, és lépjél a zsilipkapuba. Éva, jó.